Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok, jön egy kis Call of Duty 4 Remastered G36C bemutató. Ez természetesen igaz lesz a sima COD 4-re is. Nos, azt hiszem, egy kicsit elhamarkodott kérés volt az, hogy írjétek le a kedvenc fegyvereteket, amikről szeretnétek látni bemutatót, és akkor azt előre veszem, mert hogy az összes fegyvert leírtátok már lassan az előző videóknál gyakorlatilag, tehát... És most akkor jön a G36C, mindegyik fegyvert meg fogom csinálni, relax, de azt hiszem olyan sorrendben, hogy nem tudom, ahogy én szerettem meg a fegyvereket, és akkor lejön a következő a G36C, ugye volt már AK, M4, MP5, és most a G36C van a sor. Nos, a történet az olyan, amikor először játszottam a G36C-del, AAC-vel annó még a COD 4-ben, nagyon nem tetszett, valahogy nem tetszett a... hogy túl lassan lő a többi fegyverhez képest, és emiatt egy megfontoltabb játékra kell gondolni, hogyha ezzel a fegyverrel játszol. Egyszerűen azért, mert minden más fegyver, ami gyorsabban lő, mint ez, egyszerű oknál fogva, csak attól, hogy gyorsabban lőnek a fegyverek, erősebbé válnak, ugye? Gyorsabban szeded le az enemit, mint egy G36C-ben. De nem hiába van ez a fegyver, és ezt mondtam is régen még a Call of Duty-ban, nem hiába van az a Call of Duty-ban, hogy egyes fegyvereket rankhoz kötötten szerezheted meg, és a G36C az utolsó az asszolt kategóriában, amit megszerezhetsz okkal, mert amire eljutsz az 55-ös szintig, addigra már lesz egy olyan játék tapasztalatot, hogy ezt a fegyvert imádni kezd, és imádni is fogod, amint ráérzel az ízére. A G36C az egy tökéletes rás fegyver, viszont ettől fog, hogy egy kicsit lassabban tüzel, mint a többi, gyakorlatilag meg kell fontolt, hogy mikor, hova és hogyan törsz be és rásolsz. Tehát nem teljesen mehetsz bele a zúzdába úgy, mint egy P90-nel, mert például, hogyha G36C-vel újra sozni, mint egy P90-nel, és belefutsz egy P90-esbe, ott vége a partinak, ám viszont amit nyújtani tud a G36C, és amitől szerethető, nagyon precíz, és no zoom faktora, ami lényeges egy kollizió szempontjából, tehát mikor nem emeled szemhez a fegyverre, no zoom faktora nagyon erős, és emiatt kihagyhatod a perkek közül a steady aim-et. Tehát a G36C esetében a perkek közül úgy gondolom a steady aim kihagyható. És ha már itt tartunk, akkor a G36C esetében az első perknek bandoliért ajánlok, de rakhatsz, ami jól esik az első perk szempontjából. Amit nagyon ajánlok neki, és úgy gondolom, hogy egy G36C esetében a stopping power nagyon kell, és Deep Impact harmadik pertnek, hölgyeim és uraim, Deep Impact mit csinál? Falon keresztül is úgy damage-elsz, mint hogyha nem lenne ott fal, röviden leírva, és én azért azt szeretem a Deep Impact perket mondjuk egy Steady Aim-el ellentétben, persze nem minden fegyverre használom, azért, mert kurva sokat lövök falokon keresztül, és ebből a szempontból jól jön a Deep Impact. Tehát gyakorlatilag már vagyok annyira tapasztalt, hogy sejtem, hogy hol vannak falak mögött emberek, és nem sajnálom rá a golyót, hogy belőjek fal mögé, ha meglátok valamit úgy a radaron, stb. Megpróbálom, beadja, és akkor hajlamos beadni három golyba, szóval. Stopping power mindenképp, Deep Impact mindenképp, és tényleg kell neki a stopping power azért, hogy versenyre tudjon kelni azokkal a fegyverekkel, amelyek gyorsabban tüzelnek, mint ugye a G36C. Ha ezt az összeállítást megcsináltad, akkor a következő dolog, amit érdemes beállítanod, sőt, én azt hiszem, hogy az egy kötelező dolog a G36C-nél, az a Red Dot Sight. Red Dot Sight a G36C-nek az istene. Amúgy is precíz a fegyver, Red Dot Sight nélkül is, csak ugye olyan szűk lukon kell lőni, hogy így szarcsalász tőle, kitakarja az egész képernyőt, viszont a Red Dot Sight-tal egy beast. Tehát gyakorlatilag no zoom-ba, zoom-ba elképesztő eredményeket fogsz elérni. És tudjátok, mi a poén, hosszú távon nagyon erős, középtávon is nagyon erős, és középtávú zoom faktora a G36C-nek. A középtávú zoom faktor is nagyon erős, amit például
AK nem tud, tehát hogy középtávon macera vele nózumba lőni, a G36C azt megoldja. Szóval egy nagyon kellemes fegyver, és egy másik adott bónusza, nézzétek meg, teszteljétek le, ha a G36C van a kezedbe is, mondjuk van egy killstreaked, annak a behívása, az animáció gyorsabb, mint a többi asszolt fegyveré. Tehát mondjuk, amikor egy AK-val hívsz be radart, az animáció tök lassú, G36C-vel páf, páf, kész, meg is van, és emiatt nem akadályozza meg a játék folyamatosságát. Gyorsan tudsz rászolni, és ha szorult az a helyzet, érted? Behívod az UAV-odat, már azonnal a fegyver a kezedben van. Tehát az animáció hossza G36C esetében a készlikek behívásánál gyors, fegyverváltás gyors. Szóval ezek az apró animációk tökéletesen meg vannak csinálva, és rövid idejűek a G36C idejében. Srácok, ennyit érdemes tudni röviden, tömören a G36C-ről. Itt nem is nagyon megyek bele ilyen, hogy sebzés, stb., mert semmi olyan különleges nincs. Itt lesz majd olyan fegyver, ahol belemegyünk abba, hogy sebzés és miért fontos, hogy ezt figyelembe vegy, de a G36-nél semmi, pure rush fegyver, és egy olyan fegyver, amivel meg kell gondold azért a lépésédet, de mégis egy red dot sight-tal, stopping power, deep impact-tel felpakolva egy kellemes meglepetést tud nyújtani. Ajánlom kipróbálni, ha eddig féltél tőle. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomj egy like-ot, iratkozz fel, ugorj el a Facebookomra, sziasztok!